Nyíregyháza egyik leggyorsabban fejlődő külterülete Nyírszőlős. Itt most a Csaba Gyöngye utcában fejeződött be a Szemis csatorna hálózat fejlesztése. Ezen kívül még 9 külterületi utcát érintett a beruházás. Olyan utcákat, ahol a beépítettség folyamatosan nő, tehát szükség van az infrastruktúra fejlesztésére. 118 millió forintot nyertünk, ez egy 100%-os támogatás, önerőt nem igényelt, ami 10 utcának a szennyvíz hálózat kiépítésére és a házak bekötésére fordítottunk. Tulajdonképpen november végén kezdődött a kivitelezés, és már befejeződött a múlt héten a műszaki átadás átvételek megtörténtek, de ennek előfeltétele volt a pályázat nyertességének is, hogy előre gondolkozva szerezzük meg a vízjogi engedélyeket, illetve legyen meg a tervdokumentáció, ez már megvolt. A sikeres pályázat lehetővé tette a fejlesztés révén a felszíni vizek szennyezésének csökkentését, a vízminőség javítását és a talajszennyezés csökkentését. Ezáltal pedig az életminőség is javul az érintett település részeken. A fejlesztések pedig folytatódnak. Nagyon sok tervünk van, és nagyon sok előkészítő munkát végzünk most is folyamatosan. Például októberben jönnek be azok a kiviteli tervek, amiket saját forrásból finanszírozunk, annak érdekében, hogy a következő évben, talán következő 2 évben sikeresek legyünk továbbra is a pályázatoknál, tudjunk forrásokat szerezni, lehetőleg ilyen 100%-os támogatottságot, mert nagyon sok elmaradás van még Nyíregyházán, útépítések területén, de az útépítéseket ugye megelőzi a csapadékvíz szennyvíz kiépítettség, addig nem lehet utat építeni. A most lezárult projekt keretein belül 1585 folyóméter hosszú gerincvezetéket és több mint 520 folyóméter nyomott gerincvezetéket fektettek le összesen a 10 utcában. A teljes projekt 135 darab bekötést és 4 darab átemelő telepítést is tartalmazott.